képeidet, amikor én megnézem, akkor ez egy kicsit olyan, mintha újba gyerek lennék. Mégpedig azért, mert egy kicsit olyan, mint egy képregény nekem. Elkezdek nézni egy képet, utána nézem a következő képet, és azok egy történetet szépen elmesélnek nekem. És ezek a történetek, ezek a te gondolataid, amiket te nagyon bátran meg csak megosztasz mindenkivel. Azokat a belső érzéseidet és gondolataidat, amiket az ember nem mindig, és nem mindenkinek mutat meg. Te megmutatod mindenkinek, aki megnézi a képeidet, és ez egy nagyon nagy nyíltságot jelent. Különleges technikával dolgozik, üvegporral csiszolódott ez a technika a legutóbbi találkozásunk óta? Igen, sokat fejlődött. Fejlesztem ezt a technikát egyre jobban, vagyis egyre tovább. És most a legújabb amit elértem ebben a technikában, az a három réteges, vagyis ilyen 3D hatású effektus, amit átad a kép, vagyis ilyen hologram effektust, ami ennek a technikának a továbbfejlesztése, és ebben a sorozatban az utolsó néhány kép, vagyis az utolsó 10 képen ezt a technikát alkalmazom. Mit tudhatunk a módszerről? Ha egyszer a gyerek megszületik, akkor kell neki nevet adni, és akkor ezt a technikát úgy neveztem el, hogy fúzió. Mivel hogy az üveg szemcsék és az üveg egybeolvad, fúzionál, és akkor gondoltam, hogy ez lehet a legmegfelelőbb kifejezés ehhez a technikához. Az üveg szemcséket és a fémport egybekeverem, és ebből elkészítem a színeket, és akkor ebből alkotom meg a képeket. Hogyan ajánlana a művész ezt a képsorozatot? Azt szeretném ezzel felhozni a kedves közönség figyelmét, hogy egy részt technológiailag hogyan vannak a megoldások, a más részt a motivumok, és a harmadik pedig azt, hogy mit is akartam én ezzel elmondani. Szóval ennek van egy, hogy is mondjam, egy összetettebb háttere. Szóval egy a technika, egy a mondani való, egy meg a motivum világa.